Jeff Winkott, Háda János. Bridget Nielsen, Menszátor Magdolna. Igazságos küldetés. További magyar hangok. Csere Ágnes, Pap János, Tanai Bella, Kerekes József, Kránic Lajos, Kis Erika, Szabó Sipos Barnabás, Zalán János, Úri István, Bognár Zsolt, Vitai András. Joga van megtagadni a választ. Úgy sem viszel be, patkány! Bármit mond, felhasználható ön ellen az eljárás során. Az ügyvédje jelen lehet a kihallgatásokon. Szemétsor! Ha nincsen ügyvédje, hivatalból rendelnek valamit a védelmére. Szarok rá! Megértette, amit a jogairól elmondtam? Maria kezdi meggondolni magát. Maria, ne csinálj hülyét belőlem. Azt akarod, hogy újra megverjem? Nem. Feljelentést kell tenned. Ez az egyetlen mód, hogy megállítsuk. Gyerünk! Hadd lássuk a bevételt! Itt hátul tiszta a levegő! Már másodszor rabolnak ki! Siess, öreg! Siess! Siess! Gyerünk! Tudod, kibe kötöttél bele? Zene, Richard Bowers. Kibe, akkor nyilván nem jönnék itt, ugye? Nem, atya úristen, na mi lesz? Mi? Elkapom! Elkapom! Azt a rohadt kurvát! Nyugalom, demon! Nyugalom! Kurt, nézzünk be a likőrboltba. Ezt megkeserülitek. Központ itt a 22-es. Akadt egy kis dolgunk. Mit kezdtek? Legalább ketten vannak. Fényképezte Peter Fanberger. Én megyek hátulról. Menj! A forgatókönyvet írta George Saunders és John Bryant Hedberg. Árut hoztunk. Micsoda? Spider! Oda tolnád a pofád ahhoz a rohadt ajtóhoz! Hülye vén ember. Spider, te féleszű! Elég már a sok szar édességből! Rendezte Steve Barnett. Csak valami ajándékot nézek a nagynénémnek. Majd adok én neked ajándékot! Senki sem mozduljon! Utána megyek! Elvitte az összes pénzemet a gazember! Hagyd ott! Ki vagy te, he? Zsaru vagyok. És te ki vagy? Egy békepásztor. A misszióból. Nagyszerű.
Állj oda! Buzi zsernyák! Rohan! Ezeket szorgolom! Nézd csak oda, a békepásztor kapta el, láttad? Ha kijövök, megdög lesz! Már csak 4 hét van hátra a választásokig, és dr. Larkin aligha nem újabb jó pontot szerzett a választóknál, hiszen mögötte állnak az igazság missziójának békepásztorai, akik ismét megakadályoztak egy bűncselekményt, ami nyugtalan városunkban. Ez a legutóbbi incidens egy likőrboltban történt, és íme a hölgy, akinek mindezt köszönhetjük, dr. Rachel K. Larkin. Nagyon köszönöm, de az elismerés azt illeti, aki meghiúsította a rablást. Hadd mutassam be önöknek Jimmy Parkert. Jimmy! 2 éve még egy gengszterbanda tagja volt, ma pedig már az egyik legígéretesebb békepásztorunk. Elmondhatjuk, hogy a tegnapi nehéz fiúból a ma hőse lett. És minek tulajdonítja a sikerét, doktor? Az igazság missziója tudatosságra tanít, és ez belső erőt ad a fegyelem segítségével. Szavazzon rám, és megtisztítom az utcákat egy hónapon belül. Nagyon köszönöm. Köszönöm. Azt hiszem, baj van. Hol van Harris? A szekrénynél, őrmester. Gratulálok, Harris! Mi a gond, őrmester? Maga, Mr. Halálosztó és a különleges módszerei. Múlt éjjel hagyta, hogy egy békepásztor leiskolázza, és most ettől hangos az egész hajtó. Minek izgatja magát? Ha képtelen ellátni a feladatát, mi a fenének van? Ez jó kérdés. Mindenek a tetejébe elfogta a legjobb besúgómat. Mi? De mond. Az a szerencséje, hogy ki tudtam engedni, mielőtt bevitték volna a központba. Hogy mit csinált? Hé! Hey! Harris, ne húzz el a csinkot, még nem végeztem magával. Hey! Kevesebb kávét kéne innom. Nem, kim van. Duncan kiengedte. A szemét. Képzel, mit csinál itt? Összehozott magának 2 hónap felfüggesztést. Nyugi, Kurt. Maga megveszekedett, barom. Ki van rúgva? Már itt sem vagyok. Ezt elszúrta egy kis őrmester. És miért? A besugója most ölte meg a barátnőjét. És Steel, ez férfi öltöző, nem baj? Nem mehetsz el egy őrmester miatt! Nem csak az őrmester, minden rossz. A jogászok, a bírók, az egész rohadt rendszer. Az a dolgunk, hogy elkapjuk a bűnözőket, nem az, hogy elítéljük. És éppen azok gyűlölnek a legjobban, akiket megvédünk. Ez minden, Lynn. Elegem van. Kurt, te egy jó zsaru vagy! Ki nem jó zsaru itt? Steel, úgy látszik, szükséged lesz egy új társra. Jézusom. Jól van, Greg. A kezedet feljebb, a gyakadat lejjebb.
Hiányoltuk a missziónál, Cedric. És nem volt ott dr. Larkin értekezletén sem. Más dolgom volt. De a doktornak szüksége van a segítségére. Hányszor kell még elmondanom maguknak, hogy elegem van ebből az átkozott misszióból. Nem értem, miről beszél. A doktor bevette a választási kampányba a plakátját. Adja ide. Mondja meg a doktornak, ha még egyszer felhasználja a nevemet, nagyon megbánja. És most tűnjön el. Megvan még az a gyilkos jobbhorog. A jobbhorog. Hogy vagy, öreg fiú? Jobban, mint az a szegény zsákot. Csak levezeti a dühömet. Mi szél hozott ide a szomszédba? Sok a feszültség. Sejtem, mire gondolsz. A legjobb helyre jöttél. Mondod, mi a baj? Ott hagytam a céget. Szólj, mielőtt dobod a következő bombát. Begőzöltél, igaz? Tudta, hogy mit csinálok. És most mihez kezdesz? Nem tudom. Majd lesz valami. Pénzed van? Van. Ne szemérmeskedj. Megnyertem egy fogadást tegnap éjjel. A pénz nem érdekes. Gyerünk! Gyerünk! Kösz. Ezek a kölykök a boxot régi bódinak tartják. Mindegyik karatézni akar. Gyere ide és tanítsd őket. Segítesz nekem, segítesz magadnak, és persze a srácoknak, hogy mindenki jól jár. Hadd gondoljam meg. Nás, hogy érzed magad? Már is sokkal jobban. Helyes. Nem mondod el, miért kapott akkor át ez a szegény zsák? Az az átkozott misszió. Azt hittem, te támogatod. Így volt. Sok fura dolgot csinált. És mi történt? Nem értettem egyet dr. Larkin néhány módszerével. Úgy mint? Például én 3 hónapja eljöttem, ő mégis használja a nevemet. Eljöttél? Miért jöttél el? Majd holnap elmesélem. Még van egy kis dolgom. Oké. Holnap találkozom. Oké. Köszi az edzést. Szívesen. Jó lesz, Jimmy. Igen, bajnok? Mindjárt este lesz. Oké. Van még időm zuhanyozni? Persze. Te bajnok? Igen. Csak meg akartam köszönni, hogy még mindig jöhetek ide edzeni. Figyelj, Jimmy. Bármi történt is köztünk dr. Larkinnal, az téged nem érint. Csak feljebb a kezed, és lejjebb a nyakad, oké? Okay? Úgy lesz, bajnok. Na. Zárva vagyunk. Nem méltányolom, hogy lemondott a misszióm előnyeiről, Cedric. Nem kérte rá senki. Samuel azt mondja, hogy az utóbbi időben nem érezte a megbecsülésünket. Ezt szomorúan hallom. Nem számít, Larkin. Ne törődjön mással, csak magával. Van egy egyességünk, Cedric, emlékszik? Nem értünk egyet. Még elgondolni is rossz, hogy mi történne magával, ha bizonyos dolgok kiderülnének. Kifelé innen.
Azt hiszem, már ismeri a bátyámat, Tituszt. Eleget fog tenni a doktor kívánságának. Oké, Titusz. Adok egy lehetőséget a ringbe. Gyerünk! Megmutatom, hogy mitől lettem nehézsúlyú világbajnok. Kiderült, hogy van egy új bajnokunk. Titusz. Gondolja meg magát, Cedric. Mi vagyunk a családja. Maguk. Nekem nem családom. Akkor nincs más választás, elhagy minket, de ezzel véget vet a kapcsolatunknak. Viszlát a következő életünkben, Cedric. Biztosítsák a helyszínt ma éjszakára. Civilek nem jöhetnek be. Semmi gond. Mi van itt? Mit csinálsz te itt? Kurt, sajnálom. Cedricet. Nincs itt, már elvitték. A mentők? Nem.
Mi történt? Valószínűleg megzavarta a rablókat. Szeretnék körülnézni. Civileknek tilos. Lazics Winger. Az őrmester parancsa. Majd én megmondom, mit csináljon a parancsaival. Nyugi, Kurt. Tudod, hogy megy ez, Harris. Dugulj el, Winger. Kurt, én majd tájékoztatlak, oké? Okay? A doktornál leszek. Doktor Larkin? Már vártam magát, Roger. Mi a helyzet a sajtóban? Nos, Cedric utolsó adománya természetesen jól jött. Köszönöm. Hála neki. És azt hiszem, több hasznát látjuk így mártírként. Már rendeltem újabb 10 000 plakátot. Ahogy mondani szoktam, Roger, vihar után jön a szivárvány. Kitaláltam, hogy visszajössz. Mi történt, Lynn? Egy pénzes kazettát találtunk kifeszítve. A főkönyv szerint 5000 dollár volt benne. Cedric mindig ennyi pénzt tartott magánál? Megnyert egy fogadást. 30-1. Ki tudott még arról, hogy nyert? Amikor volt pénze, mindig szétkürtölte. Van tanú? Még nincs. Biztos, hogy pokoli küzdelem folyt itt. Nem volt harc. Eltörték a kezét, és elvágták a torkát. Isten! Sajnálom. Az ember, nem hazudok, Johnny. Ez az indián lány volt az anyád. Csak te nem tudtad. Lelőllek, mint egy kutyát, te szemétkolyó. Na jó, egyetlen ne legyen a tér, nekem úgy se kell. Van egy gyáram New York City-ben, amit egy magyar származású nagybácsitól örököltem. Megszakítjuk az esti filmvetítését egy közlemény idejére. Jó estét, Dr. Larkin vagyok. Szeretnék önökhöz néhány szót szólni bűnüldöző kampányom kapcsán. Múlt éjjel Cedric Williams-et, az egyik legkiválóbb munkatársamat brutálisan meggyilkolták. Ez egy újabb példája az erőszak elburjánzásának városunkban. Szavazzanak rám, és együtt visszaszerezhetjük városunk jó hírét. Köszönöm. Az imént egy politikai közleményt hallottak, kedves nézőink, az FBI-nál. És most nézzenek meg egy rövid riportot Dr. Larkinnal, az igazság missziójának elnökével. Ez a szervezet vállalta, hogy megtisztítja városunkat a szervezett bűnözéstől, ami az utóbbi időben valósággal rettegésben tartja a lakosságot, s amellyel szemben rendőrségünk tehetetlennek látszik. Az igazság missziója már eddig is szép eredményeket ért el. Dr. Larkin, ön miben látja a sikerük titkát? A belső erő, barátaim. Ez a titka a sikereinknek. Célunk, hogy a megfelelő eszközökkel megvédjük önöket, és egy szebb jövő kialakulását segítsük elő a társadalmunk számára. De először meg kell tanulni a fegyelmet, mert minden sikernek ez a kulcsa. Nos, hallották, kedves nézőink? Minden sikertitka a fegyelem és a belső. Parancsoljon, barátom, miben segíthetek? Szeretnék minél többet megtudni a misszióról. Ragyogó, talán kövessen az irodámba. E,
ebben a nyavajás hitelben rohadt. Egyikünk sem túl bizalomgerjesztő. A francba, egész... Mi van, megtaláltad? Igen. Hol van Jerry? Abban a kurva kórházban. A misszió több ezer embernek segít az élete folyamán, de... elsősorban azokkal a dolgokkal foglalkozunk, amire felkérnek minket. Igen, értem. Nos, végül is mi hozta ide Mr. Harris? Jelenleg munkanélküli vagyok. Van olyan terület, amihez különösen ért? Számítógép vagy kereskedelem? Nem igazán. Nos, biztos vagyok benne, hogy tudunk segíteni önnek a misszióban, Mr. Harris. Ha kitölti ezt a kérdőívet, meglátom, mit tehetek. Kösz. Parancsolj, testvér, segíthetek? Igen! Segíthet nekünk! Üzenetet hoztunk a békepásztoroknak! Hagyjanak békén! Még nem végeztünk veled, apuskám! A pasos a likőrben volt! Ajaj, azt hiszem, találtam egy helyet önnek a misszióban, Mr. Harris. Ebben bíztam. A tegnap esti beszéd hatására 10%-kal nőtt a pontszámunk a népszerűség. Ez minden? Azt hittem, elégedett lesz vele. 2 hét, Roger, ennyi időnk van még. Vehetek még több adásidőt, de az igen költséges lesz. Vannak támogatóink, akik nagyon is jómódúak, Roger, tehát ne késlekedjünk, mert megy az idő. Jó, először is van egy Flóra Parkerünk, aki a 6. legnagyobb vagyonnal rendelkezik a városban. Ó, drága Flóra, mondjon kedvesem. Dr. Larkin, láttam magát és az unokámat, Jimmyt a híradóban. Még sosem voltam ilyen büszke. Igen, nagyon kedves fiatalember. Hogy érzi magát Flóra? Hogy van a reumája? Köszönöm, jobban. Igen, jól mondja. A vizsgálat szerint is javulóban van. Ezt örömmel hallom. Biztosítsanak számára minden gyógymódot, amire szüksége van. Maga annyira jó hozzá. Azért vagyunk, hogy segítsünk magának, Flóra. Mi vagyunk a család. Áldja meg az Isten, áldja meg. Megfogalmazta már a végrendelet? Rövidesen. Jól van, csak sürgesd. És szerezd vissza a zsebkendőmet. Bocsásson meg, dr. Larkin. Nagyon fontos lenne beszélnem magával. Samuel, mi történt? Megtámadták az irodámat. Rablás? Megpróbálták megszerezni az adományokat, de nem sikerült nekik. Hála Istennek. És maga jól van? Igen. Mr. Harrisnek köszönhetem. Elintézte mind a 4-et. Valójában csak 3 volt. Gratulálok, Mr. Szeretném Harris. Megismerni a missziónkat. Remélem, ez az incidens nem rontott el az első benyomásait a misszióról. Sőt, inkább fokozta az önök iránti rokonszenvemet. Már rég a kertben kellene sétálnom, tartson velem, és útközben megmutatok mindent. Megtisztel. Doktor, mi lesz az ütemtervvel? Később, Roger. Látni szeretném az adatlapját. Természetesen, Mr. Stockwell. Van, aki ide menekül a külvilág durvasága elől, mások pedig itt akarnak erőt és fegyelmet tanulni, hogy állják a küzdelmet. Önt mi hozta ide a misszióhoz, Mr. Harris? Segíteni szeretnék visszaállítani a biztonságot. A békepásztorokkal. Ahogy hallottam, alkalmas lenne rá. Az igazat megvalva, vannak már tapasztalataim. Néhány évig a rendőrségnél dolgoztam. Ezzel azt akarja mondani, hogy nem tudod beilleszkedni a testületbe? Kiléptem. Jól van, Mr. Harris, lássuk, milyen van. 20 000 a bankszámlán, egy autólizin kifizetve, jó? Nézzük a hitelképességét. Aha, mi ez? Ez a pasas zsaru. Mindent szeretek, ami él, az állatokat és a növényeket is, mert minden élőlényben dolgozik az életerő. Az az erő, ami az agyunkban, a testünkben és a lelkünkben működik, és egyesíti a mi családunkat. Tetszik, amit mond, doktor. Elnézést, Mr. Harris, szólít a kötelesség, mennem kell. Hogyne, igazán kellemes volt. Nekem is. Isten hozta a misszióban. Mi olyan sürgős, Roger? Harris egy rendőrtiszt. Pontosabban rendőrtiszt volt.
Te már tudtad? Azt állítja, hogy kilépett a cégtől. De persze, elvárom, hogy mindketten utána nézzetek. Meg lesz. És mi van, ha ez csupán konspiráció? Akkor végzek vele. Igen, tudom, hogy ebben számíthatok rád. De gondoljátok meg, milyen jól jön ez most a kampányunknak. Egy Eastgate-i rendőrtiszt úgy dönt, hogy inkább nekem dolgozik. Nem Major Heidermannak. Nem rossz, mi? Kitűnő gondolat, doktor. Hello, itt Kurt Harris. Kérem, hagyjon üzenetet és visszahívom. Kurt, megint én vagyok, Lynn. Mi van veled? Most épp Tündérországban van. Nem tudta megváltani a világot. Tartsd rajta a szemed. Hello, Dr. Larkin vagyok. Szeretnék elmondani önöknek valamit a bűnözés elleni kampányomról, amelynek során ismét... Miért kapcsoltad le, Dr. Larkin, Jimmy? Nem mondott semmi fontosat, Nagyi. Van valami, amiről még nem beszéltél nekem. Miért nem jársz mostanában a misszióba? Nézd, Nagyi, nem akarom, hogy megharagudj rám, oké? De azt hiszem, ott hagyom őket. Mi? Azok után, amit Dr. Larkin értünk tett? Miért, Nagyi, mit tett ő értünk? Elfelejted, milyen nagy bajban voltál, mielőtt megismerted a missziót? Jimmy, mi történt veled? A nevem Kurt Harris. Erin Miller. Pszichológus vagyok. Az fontos. Úgy tűnik, tényleg kilépett. Nagyszerű. A jelentések szerint összeveszett az őrmesterével, de valahogy mégsem tetszik nekem. Hamarosan minden kiderül. Ebből a fogásból nincs menekvés. Szerintem van. Mutassa meg. Egy jó mozdulattól még nem lesz békepásztor, Mr. Harris. Hanem akkor mitől? Néhány új tagja szép eredményeket mutatott az edzéseken. Ma este szeretnének békepásztorrá válni. Azonban csak a legerősebb nyerheti el a békepásztorok gyűrűjét. Nos tehát, kezdhetünk! Következő jelölt.
Ezekből az emberekből hiányzik az a fegyelem, ami a békepásztoraink közé kerüléshez szükséges. Mr. Harris, figyelmeztetnem kell, hogy csak egyszer kísérelheti meg a veszélyfutást. Több lehetősége nincs. Engedjétek, Titus. Hadd jöjjön közelebb. Isten hozta a mi szentélyünkben, Mr. Harris. Bemutatom Kurt Harris-t, a legújabb békepásztort. És hogy van ez? Te miért lettél békepásztor? Nem volt semmi különösebb oka. Segíteni akartam. És a misszió megadta ezt a lehetőséget? Nem adta meg a lehetőséget, úgy értem, magamnak kellett kiérdemelni, hogy neked is. Ez az egész, ez Dr. Larkin kell. Ő adja motivációt és a fegyelmet. Ez mind benne van a könyvében. Van családod? Nincs. Mind elmentek. Egyedül a misszió létezik. Add valamit, amiben hiszek. Kit gyászolsz? Cedric Williams-et. Tudsz valami újat? Azt mondják, rablás volt. Ez az. Most meglátogatunk egy békepásztort, aki egész nap hiányzott az őrhelyéről. Jimmy, nézd ki van itt! Szel és egy másik fiú a misszióból. Mi is a neve? Kurt Harris. Kurt Harris. Oh, nagyon örvendek. Hello, Jimmy. Hello, Szel. Csak beszélgessetek, fiúk. Köszi, Nagyi. Hát te mit csinálsz itt? Ő békepásztor. Nem, ő egy zsarú. Többé már nem, Jimmy. Szép, nagyszerű. Te nem hallottál róla, hogy teljesítette a próbát? Hol voltál egyáltalán? A Nagyi nincs jól mostanában. Mi van a Nagyival? Hogy van, Mrs. Parker? Elég jól ahhoz, hogy kidobjam innen ezt a békepásztort. Csúnya fiú. Örülök, hogy találkoztunk, Kurt. Én is örülök, Mrs. Parker. Aztán vigyázzatok, fiúk.
látja? Ez igazán szép magától. Ritkán látni kinn az utcákon őrmestert. Ritkán, Steele. Ritkán. És mit akarsz a missziót? Igazságot, Jimmy, vagy ti nem? De igen. Valami kábítószer üzlet van folyamatban. Negyedik utca és Webb. 22-es egység, kérem, válaszoljon. A 22-es a megadott cím felé tart. 16-os egység, kövesse a 22-es egységet a negyedik utcába. Negyedik utca és Webb, 4 ház többre innen. Gyerünk, ember. Most rendet csinálunk. Nézd meg, pajtás. Na igen, ez komoly minőség, haver. Nem lesz könnyű megegyezni. Szeretek veled üzletet kötni. Kellemes. Nos, rendben van. Fel a kezekkel! Magasabbra! Mi a fele van itt? Kus! Letenni! Gyorsan! Lépjen hátra, kezeket tarkóra! Rajta, kínai! Nem, koreai. Ő a kínai. Hello! Íme egy úszi. Sajnálom. Igen. Megmentem az életét. Egy kis elismerés nem fog fájni, őrmester. Mi az Isten van itt? Dögölj meg, Harris. Na jöjjenek csak velem. Szóval most békepásztor vagy. Kellett egy állás. Hajtott. Mire jó ez? Azt hiszem, a misszió áll Cedric halála mögött. Mi? De miért? Sokat ért nekik. El akart menni, de nem engedték. Ennél többre van szükséged. Ezen fáradozom. Induljunk, Steele. Duncannel nagyon jól megy a munka, nem? Remekül. Majd tájékoztatlak. Ajánlom is, hogy megtedd. Kész vagytok? Igen. Hol van Jimmy? Hazament. Visszamegyek a misszióba. Te is jössz? Igen, persze. Hogy haladsz Flórával? Egész jól. Kapcsolj rá, Erin. Szükségem van a pénzére. Igen, doktor. Ha Mr. Harris visszajön, azonnal vidd be az irodába. Mindent tudni akarok róla. Megoldom. Mit csinál itt? Ó, Mr. Harris, pont magát kerestem. Velem jönnek, kérem? Ez egy szokásos vizsgálat minden új tagnál. Olyan, mint a hazugságvizsgálat. Valóban, ez egy hasonló eljárás. A monitoron megjelennek az ön reakciói, így megtanítjuk irányítani a saját szervezetét. Igazán? Ne ijedjen meg, ha egy kis bizsergést érez az elektromos áramtól. Látom, gyászolja a bajnokot. Igen, nagyszerű ember volt. Jól ismerte?
Régóta. Valójában én hoztam ide a misszióba. De térjünk vissza magához. Szeretnék feltenni néhány kérdést. Miért faggatja Cedricről, ha? Nem tudom. Mindenki Cedricről kérdez. Felveszitek? Igen. Helyes. Hát, el kell mennem dr. Larkinhoz. Megbánta, hogy ott hagyta a céget? Egyáltalán nem. Érdekes. Jó vagy rossz? Pont jó. Mondja, Erin, hogyan került ide a misszióhoz? Ó, sajnálom, Mr. Harris. Ez az öreg szerkezet néha megzavarodik. Mára elég lesz ennyi, Erin. Most egyedül szeretnék beszélni Mr. Harris-szel. Igen, doktor. Igazán sikeres napja volt, Mr. Harris. Valahogy így érzem én is. Van motiváció. Igen, úgy látszik, tudunk együttműködni. Eléggé elfáradtam. Mit szólna hozzá, ha itt tölteném az éjszakát? Természetesen. Hisz itthon van. Nagy terveim vannak önnel, Mr. Harris. Remélem, nem okoz csalódást. Számíthat rám. Köszönöm önnek. Jó ét. Maradj rajta. Nem lesz gond.
Gabriel? Gabriel? Az egyik monitor elromlott, és megnéztem a kamerát. Semmi baj sincs a monitorral. Biztos, hogy rossz volt. Mi van, nagy ember? Nem tudsz aludni? Köszönöm. Köszönöm. Gracias. Köszönöm. Szavazom doktor Larkinra. Köszönöm. Egy órán van rá, hogy összerakjuk, és akkor végre hazamehetünk. Értitek, a gyerünk, és te ne vacakolj, ennyit fessél. Le kell Mexikóba kell mennünk. Mit csinálsz, te hülye? Fegyverrel akarsz ajtót nyitni? Teljesen elvett az eszed! Üdvözlégy, testvér! A doktor felkéri minden támogatóját egy utólagos adományra ebben a hónapban. Mondd meg a hülye doktorodnak, hogy egy árva centet sem csal ki tőlünk többet. Gino, dobd ki ezt a nyálas pipelköcöt innen! A doktor hallani fog még erről az incidensről! Dr. Larkin fizetett békepásztora végül hazatér. Gyere be! Fogadtál a díjmérkőzésedre? Nem volt igazán tétje. Tudtam, hogy kinyírhatnám. Ez nem törvénytelen? Én sosem adtam el mérkőzést. Sok férbe és verejtékbe került, amíg nehéz súlyú bajnok lettem. Nyugodj meg! Senkinek se beszélj erről, oké? Elvennék az övemet. Egy család vagyunk, Cedric. Tudunk titkot tartani. Tudtam, hogy a markukban tartják. A szövetség megfosztotta volna a címétől. Ezt megmutatjuk a kapitánynak. Felejtsd el! Azért halt meg, hogy megtartsa a titkát, és szakadjak meg a hajom, hogy kiderüljön. Szerintem ez nem bizonyít semmit sem. Remélem azért jöttél, mert jobb tipped van. Valakit láttak elfutni Cedric terméből a gyilkosság éjszakáján. Személyleírás? Férfi, magas, vékony, valószínűleg néger. Egy vékony fazon nem tudta volna megölni. Nem, de talán látta, hogy ki volt. Átnéztem egy listát a tanítványairól. 16 srácra illik ez a személyleírás. Az egyik békepásztor, Jimmy Parker. Ismered? Igen, azt hiszem igen. Flora megírta a végrendeletét. Nagyszerű, Erin. Köszönöm. Amint megválasztottak, miék lesz a vagyon, ami legrosszabb esetben milliókat jelent. Várj mindent a maga idejében, Roger. Hogy állunk a szavazatokkal? Mégsehogy. Halder ma magasan vezet, attól tartok, nagy áttörésre lesz szükségünk. Dr. Larkin, Samuel Taylor beszélni akar önnel. Küld be. Elnézést, doktor. Megtámadtak az izgéti autóműhelyben. Nem értem. Azt hiszem, hogy valami illegális tevékenységet folytatnak. Biztos benne? Majdnem biztos. Tennünk kell valamit. Titus, szólj a békepásztoroknak, nézzenek utána. Meg lesz. Elnézést, hogy zavartam, doktor. Nem zavart, Samuel. Jól szolgálja a missziót. Nagyon köszönöm. Én köszönöm. Titus, intézd el őket, és a mi nagyszerű Mr. Harrisünket bízd meg a végrehajtással. Meg fogom oldani. Nos, Roger, ami az áttörést illeti. Biztos, hogy a sajtó is szeretne tudni róla. Már is intézkedem. Szükségem lesz még egy ügyes fickóra.
Viheted Szelt és Jimmy-t is. Jó, hogy eljöttél, Jimmy. Volt más választásom. Tetszik a hozzáállásod, fiú. Nyújj fel magadnak, jó? Mire várunk még? Intézzük el őket, oké? Rendben, de én irányítok. Jimmy, menj fel hátul. Duncan. Mi? Hol? Ki maga? Binger, Polcin, készüljetek! Jarovszky, vedd át a helyet! Jól van, te mész a felső ablakon, én az ajtón. Menj az ajtóhoz és ne csinálj semmi hülyeséget! Mit támulsz? Nekünk is lesz egy-két szavunk. Oh, my God.
Megcsíptük őket, Jimmy. Senki sem mozduljon! Harris? Le vannak tartóztatva. Baromság, Duncan! Mi a vád? Egy seregvád van. Majd megbeszéljük. Na, nyugodj! Az őrnagy szépen besétált a csapdánkba. Ahogy gondoltam. Ez egy egyszerű zaklatási ügy. Ezt írja róla az Eastgate-i Daily Herald. Nézzétek! Rendőrség a béke ellen. Amúgy én fogalmaztam. És hogyan tovább? Miután kihoztuk őket, mondjuk holnap délután, elindítanék egy kiterjedt sajtóhadjáratot. Jó gondolat. Kiváló. És Erin, ha Jimmy börtönben van, Flóra teljesen egyedül marad. Tökéletesen igazad van, doktor. Azt hiszem, könnyíthetünk a fájdalmain. Egyetértek. Na, te békepásztor, itt aztán békében lehetsz. Szóval ettől nem lesz nagy kicsi. Pokoli nagyokat tudsz ütni. Azt a jobb horgot hol tanultad? A városi csarnokban. Komolyan? És mióta jársz oda edzeni? Egy éve. Figyelj, miért nem ősz le, az idegeimre mész? Igazad van. Ne haragudj. Figyelj, Jimmy. Ismerted a bajnokot, mi? Megtanított néhány dologra. Borzalmas, ami történt. Igen. Szerinted ki csinálhatta? Honnan tudnám? Rájöttem, hogy a békepásztorok ebben is benne vannak. Senki más nem értekelt a kiöregedett boxoló. Hé, lassan a teste! Biztos vagyok benne, hogy a doktor kivisz minket. Igen, biztos. És mi csak várunk a jó öreg doktorra. Erin, mit csinálsz te itt? Késő van. Tudom. Jó éjszakát. Váratlan szívroham végzett vele.
Dr. Larkin, mi a véleménye a letartóztatásokról? Mi az igazságért harcolunk, és ez a hála érte? Ez gyalázat. Újabb bizonyíték arra, hogy Halderman alkalmatlan a pozíciójára. Nem, uram. Igen, uram. Utána nézek, uram. Mi legyen velük, őrmester? Elengedjük őket. Elengedni? Megszegték a törvényt. Pofa Revinger, engedjék ki őket. Most! Igenis. A Cedric Williams kazetta? Brilliáns munka, uraim! Nem sokára én leszek az új polgármester. Előbb megyek a pokolba, mint hogy magának dolgozzam, hölgyem. Nem fog nekem dolgozni, őrmester, ígérem. Úgy tervezem, hogy Mr. Harris veszi át a helyét, úgyhogy álljon félre, kérem. Egy választáson van, győzni. Ez egy remek fickó, nem is hittem volna róla. Ha láttad volna, hogy kiosztott az őrmestert. Jól csinálta, Mr. Harris. Nagyon jó. Mi ketten együtt még nagyon sok mindenre leszünk képesek. Jimmy, várj! Mennem kell. Jimmy, mi arra felé megyünk, nem jön velünk? Nem, most nem, inkább sétálok. Kell egy kis friss levegő. Jó, adja át üdvözletem a nagymamájának. Átadom. Velünk jön Mr. Harris. Mehetünk. Dr. Larkin! Dr. Larkin, mondanom kell valamit! A Cedric kazetta egyáltalán nem bizonyít semmit. Harris vitte el! Megtaláltuk a lakásában. És ezt is. Kezdettől fogva utánunk nyomoz. Ütött az órája. Igen, de gondosan kell végrehajtani. Mr. Harris! Mr. Harris! Jó, hogy megtaláltam. Szükségünk lenne még néhány kellékre a ma esti ünnepséghez. Itt van a cím. Köszönöm. Ezekkel, Harris! Ezt elhibáztad! Te hibáztad el, ne mozdulj!
30-as a központban. A szökésben lévő gyanúsított neve Kurt Harris, volt rendőrtiszt. Vissza kell vonni a körözést. Nem tehetem, Steve. Harris nem gyilkos, ezt ugyanúgy tudod, mint én. Egyáltalán nem tudom, Lynn. Egy lépést se tovább. Nyugalom, Jimmy. Csak beszélgetni jöttem. Hazugság! Tudom, hogy Larkinnak dolgozol. Cedric a barátom volt. Tedd már le azt a pisztolyt. Te féreg! Larkin csapdába csalt. Az összes zsaru engem keres, sőt a békepásztorok is, úgyhogy segítened kell, csezd meg! Isten hozott a klubban. Most ölték meg a nagyanyámat. Ó, ne. Miért? Új végrendelet. Elajándékozta az életét. Rájuk hagyott mindent. Részvétem. Ez nem minden. Ők ölték meg Cedricet is. Te láttad, ugye? Igen. Te megállíthatod őket. Jó, de mit csináljak? Tanúvallomást kell tenned. Mit? Nincs más út. Megőrültél! Az egyetlen esélyem. És a tiéd is. Meg kell tenned! Jól van. Megteszem. Hagyd ott! Ez egy rendőrgyilkos, ne öld meg! Mr. Harris komoly problémákkal érkezett hozzánk. Szerettem volna több időt fordítani rá. Hol van Dr. Larkin? Nagyon nyugtalanítja őt ez az egész ügy. Sokat várt Mr. Harris-től. Mi mindent megtettünk. Szeretnék személyesen beszélni vele. Ha lehetséges. Biztosíthatom önt, hogy Dr. Larkin épp úgy szeretné megtalálni Mr. Harris-t, mint ön. Köszönöm az együttműködést. Nézz előre! Vedd magad elé a jegyzettömböt, mintha írnál. Köröznek Duncan meggyilkolásáért. És te elhiszed? Nem, de ők biztosan. Igazad volt a néger fiúval. Látta, hogy megölték Cedricet. Jimmy Parker? Igen. Hol van most? A misszióban. Hívok segítséget. Ne! Le fognak tartóztatni. Mit akarsz csinálni? Van egy tervem, de segítened kell. Menjünk. Eres már a hé! Bufa be! Mit csináltam, mi? Nyugi, Jimmy, csak azt akarjuk tudni, mit mondtál az embereknek. Hello! Hello, mi a helyzet? Itt van a Jackie-d. Kösz, elég hűvös van. Azért hoztam, nagyon is hűvös van. Ah!
test! Csak próbálkozz, nagy fejű! Gyilkos! Stella tedd meg Cedricet is, a nagyanyámat! Érdekes rágalmak, Jimmy. Honnan beszél neked? Itt találtad meg a videót? Igen. Jobb, ha válaszol nekem, Jimmy. Ott voltam, amikor megölted Cedricet. Gyerünk! És ezt elmondta Mr. Harrisnek is? Ó, te roha bestia! Fáradd még, és szedj ki belőle mindent. Megvannak a szavazatok, doktor. Gratulálok. Köszönöm, Roger. Ez még csak a kezdet. Az elemzők szerint Larkin elsöprő győzelmében nagy szerepet játszott, az igazság misziójában kifejtett. Gyerünk, Jimmy, kinek mondtad még el? Menj a francba. Jimmy! Két város történelmében.
hátra! El a törvénysértést városunkban. Megfelelő eszközökkel fogjuk megtisztítani a korrupciótól a hivatalokat és a bűnözőktől az utcákat. Jimmy, várj meg itt. Elmehoztam is. Oké. Okay. Most már én vagyok a világbajnok. A bajnok Cedric! És büszkén mondhatom, hogy harcunk a bűnözés ellen immár elkezdődött. Vége, Larkin. Adja fel. Nem. Még nem lehet vége. De igen. Kérdezze meg tőle. Nem szeretnék arra hivatkozni. Mi szerint én figyelmeztettem arra, hogy... Joga van megtagadni a választ. Bármit mond vagy tesz, felhasználható ön ellen a törvény előtt. Az ügyvédje végig jelen lehet a kihallgatásokon. Ha nincs saját ügyvédje, hivatalban rendelnek önnek védőt. Megértette, amit a jogairól elmondtam? Thank you.
Ezt neked adom. Ez azt jelenti, hogy együtt járunk? Megmondom mit. Azt, hogy becserélem a jelvényemre. Isten hozott. Magyar szöveg Görgényi Tamás, hangmérnök Heiszler László, gyártásvezető Lajtai Erzsébet, szinkronrendező Nikodim Zsigmond. A szinkron a Channel One BT szinkron stúdiójában készült. Produkciós vezető Rozgonyi Gábor. Forgalmazza a Videó 2000 Kft.